Sziasztok, Sastas vagyok, és ez itt most a legújabb Sniper Elite V2-es gameplay videó, illetve annak a legújabb része. Nyilván vágjunk is bele, nulla másodperccel az előző után, de maradj már csendben. Aki egyébként ezeket el akarja olvasni, az lepauzolja a videót abban a körülbelül 2 másodpercben, amikor ezt mutatom. Menjünk a Brandenburg térre. Nem túl nagy a pálya. Ott megyünk. Oké. Okay. Azért gondolom valami lezárást jelentenek, úgyhogy tök egyszerű, csak itt tudunk menni. Közben gondolom, jobbról sniper. Ne laggolj, nem renderelek. Jobbról sniper, balról sniper. Mindig ez a Gewehr 43-asunk van. Ha jól sejtettem, hogy lesznek meg. De miért laggol? Semmit nem csinálok esküszöm. Csak a játék fut. Látom a snipert. Tudom fel az ablakba. Koponya műtétet hajtunk rajta végre. Miközben, ujj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 j
covered kill-t elérni. Ami vagy sikerül, vagy nem, hogy az számít covered kill-nek, vagy covered kill-nek. Nem tudom, hogy kéne ejteni a cover, meg kell ejteni hivatalosan, de mindegy, értitek. Tehát aki nem ismeri a játékot, annak mondom, az számít covered kill-nek, ami akkor hal meg az ember, vagy akkor adjuk le a lövést, amikor zaj van. A jobb felső sarokban az a kis ikon, ami most is van, ez a zaj ikon. És ha ekkor dördül a lövés, akkor ugye jaj, orra, szeme, füle, egy komplett arcátültetés. Akkor dördül el, mikor az a zaj ikon ott van, akkor nem veszik észre, illetve nem tudják, hogy honnan jött. Tehát észreveszik, ugye látja a hullát. Он где-то здесь. Да. Хи-хи-хи-ха. Я был отрекшен. Солдат убитый. Вот та харпалик, раттам. Опа, вам мегет. Кетту. Ай-ай. Ez még zajban volt. Nem tudom, ki ordibál. Négy arany van. Volt valaki, aki megpróbált minket felfedezni. Valaki futott és összeesett. Aha! Lefeküdt, hogy ő majd ott engem jól kilőtt. Állj fel! Táncolj!
hátulról hangált egyik. Egy rásson fent. Művekbe nem kell üzemanyag. Tehát ezeknek egyiken sem láttam ilyen tamsapkát valamit. Tessék, rám lőttél rád, a gépes. Egy 100 méteres hatcset volt. Másikat is kibőzik, sőt lehet a harmadikat is, még ez a zajongás itt megy. Mit mondtam? Vannak. Egy sniper. Ott fent a középső ablakban. Ott villant. Azt nézzétek, még el is talált. Ő egy skillet. Így eltalál, arra azt szokták mondani, hogy cheater. De azt tudjuk, hogy a gép cheater, úgyhogy nem mondjuk a gépre azt, hogy cheater. Keresztül lőttük a fülét. Még mindig nem fejtettem meg, hogy az orosz járműveknek hol van az üzemanyag tankja. Fussál! Vagytok még! Потери! Дело!
Csak belehalni. Nyilván nem tudok átmászni, mert szöges. Értek. Tüskés a teje, és átlépni se tudom. Oké, nem tudok rajta áthasalni, vagy mit tudom én. De nyilván átlépni. Hogy most egy épülettel előjött, hogy oké. Ki kell menni a nyílt utcára, nyilván. Nyilván utcára. Lesznek ilyen aranyos dolgok, sniper, meg ilyenek, ahogy sejtem. Nem tényleg nincsen tanksapka. Leci csak a németek járműveit lehet. Ott átjöttem, látod? Köszönöm. Oda fel. Aha. És lövöldözni fog kelleni. Akkor menjünk körbe. Azon a farakáson sem tudunk átlépni. Viszont be kell ugrani abba a lyukba. Itt vagyok. Menjünk fel a Brandenburgi kapu tetejére! Jó, akkor kezdjük azzal, hogy célkereszt van a golyó. Láttátok? Ha nem, nézzétek vissza, egy ilyen X volt a golyó rajta. Nagyjából ide. Ez nem volt kohere. Jöttetek? Egy tankot lőttem ki, ami akkorát robban, mint egy fél atomgránát. Ezek meg simán észreveszik, hogy hol vagyok. De bosszúból én meg szétlövöm őket simán. Melyik jobb a sniper tetsz? Abból. Egy vonal. Gyer! Hát őt is a távcsövén keresztül szemmel lőttük. És itt is mondogatják, hogy zugfejtel. Ez egy felrobbant orosz tank, ha jól sejtem, T-34-es. Légy szíves, kezdj el rá, mint három azért mögött, három fedezék mögött. Nem nyomtam meg a C-t. Illetve a kút. Ne.
Na, tessék. Még egy szemtelen. Aki szemtelen rámugolizik, az szemtelen lesz. Jó, sziasztok. Akkor így lőlek ki. Nem elsőre, másodikra. Csapt. Neki gyakorlatilag a legalsó csigolyája fölött tört le a tarkója, úgyhogy több mint valószínű, hogy neki gyakorlatilag levágtuk a fejét. Melyik ablakba vagy? Ott fenn, nem ablakban. Igazából csak másfél volt, de az pont elég, hogy a koponyáját hosszában végigvágjuk. Mondhatnánk, hogy szegénynek, de hát ránk jött. Na, hol vagy? Ott villog. Ezek az oroszok egyébként fáznak Németországban, hogy maszkot viselnek. Szia! Kész, száj! Így, tarkó, hittetve minden játszott. Ezen a mapen szerintem másodjára. Itt nem látom. Kezdem megszokni, hogy hova kell lőni, úgy érzem. Legalábbis a, hogy mondjam, az az érzésem, hogy egyre többet találok el. Pontosan. És látom, honnan lő. Majd most. Hogy érzem, hogy akár ők, akár nem, szem előtt. Это сделал. Здесь не одни.
Что случилось? На воздухе. Упс. Csökken a púzusom, barátom. Akkor eléggé le van csökkenve a púzusom, akárhonnan kilőlek. Álljál meg, azt lelőlek. Most melyik harművelet körbe? Futod a pályát? Mit csinált? Körbe futotta a fél pályát. Jó, nem a fél pályát, csak a általam bejárható pályának a felét, de most van egy halott. Szerintem feljutottunk a tetejére. Ez kicsoda. Én nem ismertem. Valami történelmi személyiség már láttam, de nem ismertem fel. Hogy megyek fel te? Hogy itt van egy titkos anyád. Feljárat. Ahol feltolgod egy aknát. Valami összet. Valahol biztos, hogy tudok mászni. The Battle of Berlin ended at 8:23 the next morning, May 2nd, 1945, when Commander General Weidling submitted the surrender of German forces to General Chukov of the Red Army. Within a few days, the war ended, but already a new war was beginning, the Cold War, and I was its first soldier. Megtettük magunkat a hidegháború első katonájának. Vége van a játéknak, gyerekek. El sem hiszem. Igazából tényleg nem. Azt hittem hosszabb lesz. Gyakorlatilag ti ezt a videózás miatt nem látjátok, de két nap alatt játszottam még egy este. Meg hát az első két-három részt egyszerre vettem fel, azt hiszem. Aztán pedig ma vettem fel az összes többit, tehát az első két részt vettem fel egyszerre, meg utána ezt a maradék 8-at talán. Úgyhogy szerintem ahhoz képest elég gyorsan végigvittük a játékot. Vénáztam elég sokat, meghaltam párszor, de mint mondtam, először játszom a játékkal. Na jó, nem igaz, mert egyszer barátnőméknél le fel volt telepítve, kipróbáltam, körülbelül 3 percre, 4-re, annyi idő kellett még meghalljak, úgyhogy nagyjából ennyi volt a történet. Ezt a kamerába beszélgetést még gyakorolnom kell, ugyanis hajlamos vagyok másfele nézegetni, gondolom ez feltűnt nektek is, mikor próbálok hozzátok beszélni. Nézném saját magamat, hogy jól beszélek-e, de hát szóval valószínűleg jól beszélek, mármint általában sikerült, szóval értitek. Közben itt nézhetjük a stáblistát, engem igazából nem érdekel, de nem skippelem ki. Úgyhogy
Nagyjából szerintem végeztünk. Ha tetszett a videó, illetve tetszett a sorozat, úgy gondoljátok, hogy másik nehézségi szinten, nehezebben vagy custom nehézségi szinten játsszam még végig a játékot, akkor ezt írjátok le kommentbe, és megteszem, csak értetek. Aztán szerintem erről a játékról egyébként, hogyha ti nem kéritek, több videó nem lesz. Steam könyvtáramban nagyon jól el van. Úgyhogy ennyi lett volna ez a sorozat, illetve szerintem én mára is ennyi lettem volna. Ha bármi kérdésetek van, természetesen dobjatok egy kommentet alulra, hogyha tetszett a videó, illetve tetszett a sorozat, akkor lájkoljátok, amelyik részt tetszett, főleg azt, vagy mindet. Illetve, hogyha további hasonló sorozatokról, egyéb gameplayekről, Minecraftos tartalmakról, valamint hogyha végre rendbe teszik az internetet, akkor EVE Online-os tartalmakról szeretnétek további epizódokat látni, illetve értesülni, hogyha kijön egy új videóm, akkor kérlek, iratkozzatok fel a csatornámra. Ennyi lettem volna mára, Sastas voltam, sziasztok!